Kábítószercsempész tengeralattjárót fogott a spanyol rendőrség Galícia partjainál. Sajtóhírek szerint a tengeralattjáró fedélzetén 3 tonna kokainnal Kolumbiából indult Európa felé. A 3 fős legénység 2 ekvádori tagját elfogták, a 3. férfi elmenekült. A 20 méteres vízi jármű elsüllyedt, most a kiemelésén dolgoznak. Egyelőre nem világos, hogy a drogot Kolumbiában vagy az óceánon egy másik hajóból rakották-e át.